Sziasztok! Ahogy ígértem, jövök a következő videóval a kameruni törpe juhokról. Na, hát most vannak itt kb. 2 hete, azóta sokat szelidültek, kilettek engedve már a kertbe, villanypásztor el van neki kerítve egy elég nagy hely, és lassan, de biztosan haladunk a fele, hogy kimennek a legelőre, bár ezt mi nem tudom, hogy fogjuk megvalósítani, mert valahogy el kéne juttatni őket, de hát így, hogy most utána fognak-e jönni, vagy hogy kéne rájuk ilyen szíj, és akkor kivezetni őket, azt még nem tudom, hogy hogy lesz. De mindegy, a lényeg az, hogy itt a tanyán van egy ilyen hatalmas nagy akácos, és oda vettük őket végül is, hogy ott ne kelljen fűnyírozni egész évben, vagy fűkaszálni, hanem hogy ott legeljék le a füvet. Úgyhogy ez még a jövő zenéje, de hát pár héten belül ez is megoldásra fog kerülni. Addig pedig, hát itt vannak az udvarban bent, szeretik a nasit, főleg a krumplit, meg a céklát, na meg a répát, és egész jól összebarátkoztak már itt a háziállatokkal, tyúkokkal, macskákkal, mondjuk a macskákkal még annyira nem, kutyákkal már nagyjából nem nagyon ugatják őket, velem már egész jóban vannak. Úgyhogy most kb. Itt tartunk, aztán majd jelentkezek, hogyha kikerültek a legelőre, meg hát remélem, hogy talán ez a fekete-fehér az vemhes, de hát majd meglátjuk, hogy meg fog-e elleni, vagy nem fog meg elleni. Úgyhogy akkor megjelentkezem a következő videóval. Na, sziasztok! És hallgassátok, hogyan csámcsognak, mert szerintem baromi vicces, ahogy ropogtatják itt a sok cuccot, úgyhogy csak állok mindig is nézem. Úgyhogy valami, nem tudom, tök cukik, imádnivalóak. Na, előbb.